Katari és török szakértői csoportok érkeztek Kabulba, hogy segítséget nyújtsanak a repülőtér újbóli üzembe helyezésében. Ez az ENSZ szerint kulcsfontosságú lenne a humanitárius segélyszállítmányok célba juttatása szempontjából. A török külügyminiszter holland kollégájával tartott közös sajtótájékoztatóján közölte, hogy Ankara már korábban kifejezte az óhaját, hogy felelősséget vállalna a kabuli repülőtérért. Most a táliboktól és más országoktól is érkeznek kérések azzal kapcsolatban, hogy ezt a feladatot a törökökkel együtt lássák el, tette hozzá. Egyelőre nem tudni, hogy lesz-e olyan kereskedelmi légitársaság, amely hajlandó vállalni a járatindítás kockázatát. A katari külügyminiszter csütörtökön a brit külügyminiszterrel tartott sajtótájékoztatót. Nagyon fontos és nagyon erős üzenet, ha a tálibok megmutatják, elkötelezettek amellett, hogy biztosítsák az afganisztáni emberek áthaladását és szabad mozgását, mondta. Tárgyalunk velük és Törökországgal azzal kapcsolatban, tudnak-e technikai segítséget nyújtani. A tálib lázadók már csaknem egész Afganisztánra kiterjesztették hatalmukat, köztük a stratégiai fontosságú pakisztáni-afgán határátkelőkre is.